Mike Naylor 2010 augusztusában egy napon arra ébredt, hogy alig kap levegőt, és nem tudja abbahagyni a köhögést. CT vizsgálattal kiderítették, vérrögök vannak a tüdejében. A következő 6 hónapban hetente legalább egyszer vagy kétszer a kórházba mentem. Beállították a vérsűrűségemet. Aztán 6 hónap múlva végeztek egy újabb CT vizsgálatot. Akkor az orvosnak jó híre volt a vérrögökkel kapcsolatban, mert teljesen feloldódtak. De az orvosnak volt egy rossz híre is. Találtunk egy csomót a jobb tüdejének alsó lebenyében. 4x3x2 cm méretű. Nem mondta az orvosom, hogy ez rák, de én tudtam, hogy mire gondol, és nagyon megijedtem. Amikor azzal szembesülsz, hogy meghalhatsz, az ijegységtől meghűl benned a vér. Nagyon összezavarodtam. Nem tudtam, hogy mit csináljak, hogy mi lesz majd. Azzal az emberrel történik mindez, akit nagyon szeretek. Az orvosok kiírták a biopsziát pár héttel későbbre, amíg várniuk kellett, Mike és Lily csodáért imádkoztak. A 700-as klubot is nézték bátorításért. Gordon egyszer csak azt mondta, hogy van valaki, aki nézi az adást, és csomót diagnosztizáltak a jobb tüdejének alsó lebenyében. Gordon szó szerint azt mondta, egy csomó van a jobb tüdejének alsó lebenyében. Nemrég diagnosztizálták, és emiatt a félelem szorongatja. Jézus nevében vesse ki magából a félelmet. Most. Amint ezt kimondta, elképesztő dolog történt. Rögtön megkérdeztem, hogy te is hallottad, ő meg azt felelte, igen, ez én vagyok. Az Úr olyan embert használt, akivel sosem találkoztam, aki az ország másik végében volt, és a tévén keresztül szólt hozzám, rajta keresztül, hogy gondoskodni fog rólam. Azonnal béke költözött mindkettőnkbe. Mike a következő héten ment az első biopsziára. Az orvos azt mondta, hogy a beavatkozás előtt először behatárolják a csomó helyét. Így tehát felfektettek az ágyra és betoltak a CT-gépbe, és azt mondták, vegyen egy mély levegőt. Én megtettem. A harmadik próbálkozás után a főorvos odajött hozzám, és azt mondta, hogy Naylor úr, úgy hiszem, hogy ön most felkelhet és hazamehet, mert nem találunk semmit, amiből mintát vehetnénk. Én erre azt mondtam neki, uram, nem tudom ön miben hisz, de tudja meg, hogy Isten él. Még ma is cselekszik, a királyi székében ül, és ma is tesz csodákat, mert velem is az történt. Ő azt felelte, igen, ez csoda. Mike tüdeje ma is tiszta, a házaspár szereti megosztani a csodájukat mindenkivel. Én azt mondom, hogy hinnünk kell. Kérjünk az Úrtól, azt, amire szükségünk van, kérjünk tőle, és ő megadja nekünk. Ő még mindig csodákat cselekszik. Ha értem, megtette, biztosíthatom önöket, hogy bárki másért is megcselekszi.